Jó estét kívánok! Önkéntes tartalékos katonáknál egy római kori esküvőn és csellókoncerten jártak munkatársaink. Az öreghegyi plébánia zarándokait elkísértük a Mária völgybe, és egy érdekes nyelvtanulási módszerbe is bepillanthattunk. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, tartsanak velünk! Speciális önkéntes tartalékosokat képeznek Bakonykutiban. A többségében hölgyekből álló csapat vaklőszerrel töltött fegyverekkel gyakorlatozott, amikor ott jártunk. Katonák járőröznek a Bakonykuti harckiképzőközpont lőterén, amikor az ellenséges erő lesállásból rájuk támad. Egyikük megsérül, öt társai látják el, eközben a gyors reagálású csapat is megérkezik, akik végül felszámolják az ellenséget. Mindezt persze csak gyakorolták a speciális önkéntes területvédelmi tartalékosok, akiknek július 1-e óta tart a féléves kiképzésük. A koronavírus járvány okozta gazdasági hatásokra válaszul, ugyanis a kormány gazdaságvédelmi akciótervének részeként elindult a Magyar Honvédség új szolgálati formája, ezzel segítve azokat, akik elvesztették munkájukat. A Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred, Fehér megyei zászlaja, 17-es területvédelmi zászlajának a harcászati foglalkozások keretében egy járőr tevékenységet láttunk, amelyben a járőrök közül egy fő sérülést szenvedett, és ennek a harctéri életmentését hajtották végre a speciális önkéntes területvédelmi tartalékosaink. Mi mindent tanulnak ezzel a gyakorlattal? A speciális önkéntes területvédelmi tartalékosoknak lehetőségük nyílt ez év július 1-től a kormány gazdasági akcióterv keretében létrehozta a munkahelyteremtő programot, mert ezen katonák elveszítették a civil életben a munkahelyüket. Így a Magyar Honvédséghez szerződtek speciális önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra. Ez a szolgálati forma, ez jelen pillanatban a Magyar Honvédségnél a negyedik a tartalékos szolgálati formák közül. Az önkéntes műveleti, az önkéntes védelmi és az önkéntes területvédelmi katonai szolgálat mellett. Az itt lévő tartalékosaink bekerülésének a feltétele, hogy rendelkezzenek egy erkölcsi bizonyítvánnyal. Ezen kívül be kell juttatni a katonai igazgatási központhoz, a toborzó irodán keresztül az iskola végzettségről szóló papírokat, illetve áttesnek egy általános orvosi kettes típusú és egy kettes típusú pszichológiai vizsgálaton. Ezt követően kerülnek szerződésre a 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred területvédelmi zászlajaihoz, amely Dunántúló jelenleg 12 területvédelmi zászlaja foglal magába. Ebbe bele tartozik Budapest, ahol 2 zászlajunk és Pest megye, és ezen kívül a 9 megye, Győrmoson, Vas, Veszprém, Komárom, Esztergom, Fehér, Tolna, Zala-Somogy, illetve Baranya megyék. Azok, akik részt vesznek ezen a 6 hónapos időszakon, azok mit tudnak kezdeni ezzel a tudással a jövőben? Önnekik a 6 hónap letelte után úgy kezdeném, hogy a 6 hónapot felosztjuk 3 ütemre. Az első ütemben egy általános alapfelkészítésen vesznek részt, a második egy lövés szakfelkészítés, és a harmadik üteme pedig a fázisa, az pedig az egyéni szakfelkészítésük. Amikor letelik a 6 hónap, ezen tartalékos katonáknak lehetőségük van átgondolni, hogy választják-e a Magyar Honvédségben a másik tartalékos szolgálati formát, vagy akár szerződnek szerződéses jogviszonyba. Az önkéntesek örömmel vesznek részt a kiképzésen. Volt, aki azért jelentkezett, mert sok jót hallott az új rendszerű honvédségről. Az interneten láttam ezt a lehetőséget, utána olvastam, és úgy döntöttem, hogy kipróbálom meg a honvédség keretein belül, ugyanis 1990-ben már voltam katona, sok jót hallottam a mai rendszeri honvédségről, ezért úgy döntöttem, kipróbálom magam, és beálltam ebbe a 6 hónapos kiképzési programba. Most már eltelt belőle egy kis idő, mi mindent látott, hallott, tapasztalt, és vannak-e már távlati célok? Mivel rendkívül jók a kiképzőink, rendkívül izgalmas órákon veszünk részt, mind elméleti, mind gyakorlati, mind sport tevékenységem. Hát a jövőt azt jelen pillanatban még nem tudom, én mérnök vagyok, autóiparban dolgoztam, úgyhogy meglátjuk mi lesz, folytatom ezt a 6 hónapos programot, és hát lehet, hogy maradok, de lehet, hogy visszatérek a privát szférába, még ezt nem tudom.
A 15 tartalékos közül 10 hölgy vállalta ezúttal a kiképzést a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezredének kötelékében. Van, akitől nem áll távol a katonai millió. Kárpáti-Fehérvári Ágnes hivatásos szervtől szerelt le, korábban a büntetés végrehajtásnál dolgozott, és mint mondja, már a honvédségnél képzeli el a jövőt. Úgy gondolom, hogy egy nő is ugyanúgy el tudja végezni azokat a kihívásokat, feladatokat, mint egy férfi, és szeretném ezt be is bizonyítani. Én hivatásos szervtől szereltem le, és nem állt tőlem távol ez a katonai millió. Teljesen más a katonaság, és mindig is kiszerettem volna próbálni, hogy milyen a katonai szervezet, milyen a katonai munka, és jól választottam. Én úgy érzem, a kiképzés minden pillanatát élvezem, ebbe tervezem a jövőmet. Páran kaptunk lehetőséget, állásajánlatot, így köztük én is. Én mindenféleképpen a katonaságnál maradok, és azt gondolom, hogy most már az életem végéig ezt a hivatást fogom teljesíteni. Itt ebben a gyakorlatban mi volt a szerep? A QRF-esek voltunk, én voltam a QRF-eseknek a parancsnoka, a QRF egy gyorslagállású csapatot jelent, mi voltunk azok, mivel meglövést kapott az előző csapat, és mi számoltuk fel az ellenséget. Ez volt a feladatunk, hogy mi felszámoljuk addig, amíg a sérülteket ellátják. Én azt gondolom, hogy mindenkinek könnyen ment, mert szerencsések vagyunk abban a tekintetben, hogy nagyon lelkiismeretes és nagyon felkészült kiképzőink vannak, akik minden aprólékos mozzanatot elméletben és gyakorlatban is megtanítottak nekünk, így tökéletesen el tudtuk sajátítani az elméletet és a gyakorlatot is, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egész szakasz nevében mondhatom, hogy mindenki élvezi. A kiképzés lehetőséget nyújt a jelentkezőknek, hogy stabil keresethez jussanak, honvédelmi és katonai ismeretet szerezzenek meg. Az új szolgálati formára elsősorban azok a 18 és 50 év közötti állampolgárok jelentkezhetnek, akik vállalják a lakóhelyükhöz legközelebb elhelyezkedő kiképzési helyszínen annak teljesítését. Legközelebb október 1-én indul kiképzés azok számára, akik nyitottak a katonai életpálya megismerésére. Sokan igyekeznek feledhetetlenné tenni a boldogító igen pillanatát. Nemrégiben egy időutazásnak lehettünk részesei. A Tácsi Gorzium régészeti parkban egy római kori szertartást tartottak. Fontos pillanat az ember életében, amikor megtalálja a társát és eljön a nagy nap. Egymásnak örök hűséget fogadnak. Sokan igyekeznek ezt még emlékezetesebbé tenni. Nemrégiben egy időutazásnak lehettünk a részesei, hiszen a Gorzium régészeti parkban egy római kori esküvői szertartást tartottak. A látogatók nem is sejtették, hogy a ligetben nem egy hagyományőrző bemutató zajlik, hanem egy valóságos ceremónia. Most megkérem a prónubát, hogy édesapjához vezesse oda a mennyasszony. Fantasztikus maga a helyszín, és csak úgy kipattant az ötlet, hogy itt ezt próbáljuk megvalósítani. Lórinál nem talált süket fülekre, imádta az ötletet, nagyon szerette, Adri is nagyon segített párja, és egyszerűen fantasztikus, és lebegünk, és imádjuk. Én is nagyon örültem neki, nagyon szép volt, minden úgy zajlott, és olyan a ruha is, és a koszorú is. Hogy fogadta a család? Meglepődtek, de ők is nagyon örültek neki. Belemélyedtünk többek között a tógák számába, a viselési módozat, mindenbe, a magába a szertartásba semennyire. Tehát ez nekünk annyira új volt, mint mindenki másnak, aki itt részt vett rajta. Dusnok Iván Péter és párja Zsebő Kéva Borbála nem mindennapi szertartást álmodott meg a nagy napra. A Nemzeti Múzeumban informatikusként dolgozó fiatalembert magával ragadta a római kor és Gorzium. Megszületett az ötlet, hogy itt mondják ki a boldogító igent korhű szertartás keretében. Majd a gondolatot tettek, követték, és augusztusban valóra vált az álmuk, hiszen a Tácsi Régészeti Parkban fogadtak egymásnak örök hűséget, nem is akármilyen szertartás keretében. Segítségükre volt ebben Gonda Attila, aki ceremónia mesterként ügyelt a részletekre. A római eskők általában egy szerződés megírásával kezdődtek, sokszor napokkal vagy hónapokkal a konkrét szertartás előtt, de olykor a szertartás napján, ahol a vőlegény és a mennyasszony fogadalmat tettek egymásnak, hogy milyen pénzösszeggel kompenzálják egymást, hogyha kilépnének idő előtt a házasságból, vagy megszegnék a fogadalmukat. Ezt szponziónak hívták, és ez itt a mostani szertartásban is aláírásra került.
A szertartás első eleme a madárjóslás volt, ilyenkor felosztották az eget égtájakra, és meg volt szabva, hogy mely égtájban feltűnő madár mit jelent. Természetesen a házasulandó pár és a vendégek ezúttal is izgatottan kémlelték az eget, egészen addig a pillanatig, míg egy galamb húhogott. Ez volt a jel, hogy megkezdődhet a ceremónia. Ilyen jelkérés nélkül nem fogtak a rómaiak ünnepélyes, nagy dolgokba, hiszen úgy gondolták, hogy kell az ég beleegyezése ahhoz, hogy új vállalkozásba kezdjenek. A házasság is ezek közé tartozik, talán az egyik legnagyobb vállalkozás. Szintén állandó elem volt az áldozatbemutatás. A szponzió aláírásán kívül még állandó elem volt egy áldozatbemutatás, hogy mely isteneknek áldoztak, ez ebben némi rugalmasság létezett, de általában Cerész istennőnek, Tellus istenanyának, a föld és a termékenység istennőjének, Jupiternek, az istenek atyának, Júnónak, a házi tűzhely és a családok istennőjének mutattak be áldozatot. Általában sertést áldoztak, mert a sertés a rómaiak egyik kedvenc állata volt, leginkább benne látták a gazdagság, a bőség szimbólumát, ugye mint a szalonna, nekünk magyaroknak is egy bőség szimbólum, ugye a rómaiaknak is az volt, valamint tönköly búzából készült cipót. Ezeket az áldozatokat a gyermekáldásért, a boldog házasságért mutatták be, megpecsételték ezzel az esküvőt, és 10 tanúnak a jelenlétébe kellett ezeket bemutatni, hát a mostani szertartáson bőven megvoltunk. Majd egységgé vált a férfi és a nő, elhangzott a fogadalom, és ezzel pedig mindenki tudomásul vette a férj és a feleség szándékát, hogy ők egymásban meglelték életük párját. Ubi tu Gaia, ego Gaius. Most pedig nézőlegényedre, és miközben az ujjára húzod, mond Ubi tu Gaius, ego Gaius. Félikiter! Azt mondták ilyenkor egymásnak a férj és a feleség, hogy Ubi tu Gaius, ego Gaia, ami azt jelenti, hogy ahol én a te férfi vagy női feled vagyok, ott vagyok én a te másik feled. Ezek római személynevek voltak, Gaius és Gaia, leggyakoribb név konkrétan a rómaiaknál, és ennek a női és férfi változatának az elhangzásával fejezték ki, hogy tulajdonképpen ők egy azon személy mostantól kezdve, egy azon személynek férfi és női oldala lesznek, egységbe fornak. Érdekesség az, hogy ez egy valóságos szertartás volt. Milyen gyakori ez a kérés? Ez meglepően gyakori ahhoz képest, hogy gondolná az ember. Én már a sokadik ilyen római házasságot celebráltam, mondhatjuk így. Jó, magam is római házasság kötés szertartásában részesültem, amellett, hogy polgári és még katolikus szertartáson is átestem, egy harmadik római szertartást is kívántam, mert ez a szenvedélyem, a hobbim, és egyre többen, egyre gyakrabban vannak így ezzel, hogy szeretnének egy különleges élményt, egy időutazást átélni ezen a jeles napon, és nekik tudunk ebbe segíteni, valamint a Gorziumi Múzeum is ehhez nyújt partner és közvetítési lehetőséget. Az áldozatot aztán Lakoma követte, a férj házába való bevezetés fontos része a ceremóniának. A menet a menyasszony után vitte a rokkát, az orsót, valamint a kosarat és a főző edényeket. Ezek a háztartási teendőket jelképezték, és közben názdalokat énekeltek, vidáman, jó hangulatban felvonulva, a bámészkodók közé pedig diót és pénzt szórtak, ami a bajt is távol tartotta. Most sem volt ez másképp. A Gorzium Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum pedig alkalmas helyszín mindenre, de nem csak az ilyen jellegű kéréseket igyekeznek teljesíteni, ugyanis nem titkolt cél, hogy egyre népszerűbb és vonzóbb közösségi szintér legyen a Tárci Park. Magának a parknak az eredeti telepítése, tehát maga a parkosítás is valaha, tehát egy jó 40-50 évvel ezelőtt, ez úgy készült, hogy vannak ilyen pihenőzónák a parkban, például ilyen egyenligetes zóna is, ahol például a tűzrakóhely is van. Tehát tulajdonképpen eleve is volt egy ilyen szándék, hát ez az elmúlt mondjuk 2-3 évtizedben ez kikopott, de szeretnénk feleleveníteni, hogy ilyen célra is használják újra az emberek. YouTube, Coldplay, híres filmslágerek, ezúttal csellón játszva. Két tehetséges fiatal csellista előadásában hallhattak jól ismert dallamokat az érdeklődők.
Kellemes dallamok, sütemény és kávé egy cukrászda udvarán, akár egy nyári estén. Habár már szeptember közepén járunk, az indián nyár többeket csábított a szabadtérbe. Azért jöttünk, mert egyrészt a barátnőmnek van a névnapja, és amikor olvastam a városnak a honlapján, hogy milyen rendezvények vannak, akkor láttam, hogy két fiatal zenész fog ma szerepelni, és gondoltam, hogy a kellemest a hasznossal összekötjük, hogy valami finomat eszünk is, meg közben hallgatjuk a zenét is, és akkor ez így a kettő együtt, ez így jó lenne. Kovács Rózsa egyébként rendszeres látogatója az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeknek. Szerettem az olyan rendezvényeket, ahol, vagy az olyan helyeket, ahol van valami, vagy verset mondanak, vagy táncolnak, vagy bármi. Úgyhogy szoktam járni több helyre is, ahol vannak rendezvények. Hérics Csenge és Mádi Szabó Eszter csellisták fűszerezték meg az estét zenéjükkel. A két fiatal már egészen kicsi kora óta játszik a hangszeren. A szüleim választották nekem a csellót, én még akkor csak 7 éves voltam, úgyhogy magamtól nem tudtam, hogy mit szeretnék. Ők találták ki, a nővérem hegedűs egyébként, és gondolták, hogy akkor majd jól fogunk tudni együtt kamarazenélni, ami meg is valósul, hála Istennek. Éve csellózom már, és hogy miért pont a cselló, az egy kellemes, romantikus kis történet. Egész véletlenül meghallottam a hangját egy zeneiskolai beiratkozás során, és hát az annyira szívemarkoló volt, hogy én nem is hallottam még ilyen hangszerről azelőtt, és az így egy ilyen szerelem volt első hallásra. Csenge a közönségének is ezt az érzést szeretné közvetíteni dalain keresztül. Csellón keresztül üzenni leginkább szeretetet szeretnék. Úgy gondolom, ez igazából talán minden zenésznek. Ez a valamilyen szinten az embernek önmagának is a kifejezése, a kreativitásnak a kifejeződése, ugye mindenkiben van alkotási vágy, ez nagyszerűen ezt lefedi. Ebben az időben aktuális az, hogy reméljük, hogy azért még újra fognak koncertre járni, és hogy nem fognak félni, el fognak jönni, és reméljük, hogy azért többet jelent konkrétan kiülni egy teraszra, meginni egy kávét, és itt lenni, mint az, hogy mondjuk az internet előtt hallgatni. A két lány általában klasszikus zenét játszik, ezúttal azonban könnyedebb zenei műfajok csendültek fel a Budai úti kávézóban. Filmzenéket is hallhattak a két lány előadásában, akik elmondták, a jövőben is tervezik a zenés esték folytatását. Thank you.
Első alkalommal szervezett az Öreghegyi Plébánia zarándoklatot a Mária völgybe. A Máriától Máriáig elnevezésű zarándoklatot az első áldozóknak szervezték hagyományteremtő szándékkal. Az Öreghegyi Plébánia udvarán elkötelezett székesfehérvári családok gyülekeztek a napsütéses vasárnap délutánon, hogy részt vegyenek a hagyományteremtő szándékkal első ízben megrendezett Máriától Máriáig zarándoklaton. Székesfehérvár Öreghegyi Plébánia minden évben többször megrendezi kis liturgikus programját a Mária völgyben, viszont most először szerveztünk rá zarándoklatot. Az elmúlt pár hónapban itt a plébánián alakult egy zarándok szervező csoport. Azt a küldetést vettük a fejünkbe, hogy zarándoklatokra hívjuk meg elsődlegesen Öreghegyi Plébánia közösségét, de aztán természetesen Székesfehérvár minden plébániai közösségét is. Zarándoklatot szerveztünk az elmúlt hétvégén Bodajkra, a Bodajki kegyhely szentelésére, ez volt a főpróba, és a jövőben több zarándoklatot is szeretnénk szervezni itt a városon belül is, és természetesen Bodajkra is. A városon belül ez lesz most az első ilyen próbálkozásunk, a Mária völgybe fogunk kimenni Máriától Máriáig, hiszen az Öreghegyi Plébánia is Szűz Máriának van felszentelve. Ez a zarándoklat egyébként az első áldozókér és a gyermekekért lesz felajánlva. Két hét múlva lesz itt az Öreghegyi Plébánián a kis általános iskolások első áldozása, közel 60 gyermek lesz első áldozó, és őket is meghívtuk erre a zarándoklatra, úgyhogy reméljük, hogy a jogszabályi körülményeknek megfelelően, de sokan leszünk, és fogunk együtt vonulni ki Mária völgybe. A Mária völgyi zarándoklat az Öreghegyi Nagyasszonyok plébániától a Lehel utcán a Túrózsáki úton át a Fiskális úti Szent Antal, majd a Mária völgyi Mária szoborig tartott az első áldozók és a székesfehérvári hívők kiemelt figyelmébe ajánlva. A Szent Antal szobornál Tornyai Gábor megáldotta az első áldozókat, megemlékezett a gyermekek védőszentjéről, Bertáni Pintér Katalin pedig egyházi énekekkel dúsította a kegyelettel teli délutánt. Úr Jézus, aki kisded alatjába szállottál Szent Antal karjai közé, azt add, hogy ezeknek a gyerekeknek a lelkét ne rontsa meg a gonoszság, és Szent Antal imájával segítse őket, hogy mindig azt tegyék, ami előtted kedves. Kérünk, Urunk, hogy a boldogságos Szűz Máriának, mennyei édesanyáknak közbenjárására óvd meg minden rosszul ezeket a gyerekeket, hogy az ő oltalma alatt és őt buzgón tisztelve növekedjenek korban, bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Ebben az időszakban különösen is fontos az, hogy legyen egyfajta közösségi élményünk, hiszen azért itt az elmúlt időszakban elég sokszor azt éltük meg, vagy élhettük meg, hogy elszigetelődünk, vagy el kell, hogy távolodjunk valamennyire egymástól, és valahol az embernek a mindig is vágya az, hogy tartozzon valahova. Együtt haladni egy úton az mindig többet jelent, mint egyedül haladni. Egyrészt ez van benne az zarándoklatban, másrészt pedig keresztény emberként élve a spirituális élmény, hogy elindulok a megszokottból és kilépve a kényelemből, a hétköznapiból eljutok a Szent felé, az Istennel való találkozás felé. Itt Öreghegyen pedig már régi hagyománya van annak, hogy a Mária völgyben, a Mária völgyi szobornál köszöntsük a Szűzanyát. Most ez az első olyan alkalom, amikor kifejezetten ilyen zarándok módon közelítjük meg, Máriától Máriához eljutva és együtt imádkozva. Picit megélve azt, hogy támogatjuk egymást, meg együtt haladunk az úton. Azt gondolom, hogy ennek a mai zarándoklatnak talán ez is egy célja. A Mária völgyi Mária szoborhoz érkező zarándokok litániát és szentbeszédet hallgathattak meg Tornyai atyától, a hívők pedig egyházi énekekkel köszöntötték a Szűzanyát. Egyre népszerűbb az új digitális módszer az angol nyelv tanulásában. A Digitális Tudás Általános Iskolájában egy harmadik osztályos diákot köszöntöttek, aki a módszer segítségével már magas szinten beszéli az angol nyelvet.
Házi ünnepséget rendeztek a Digitális Tudás Iskolája általános iskolában, ahol mertek nagyot álmodni, és Magyarországon szinte egyedi módszerrel a Dynet nevű oktatási program számítógépes támogatással működik az angol nyelv oktatása, ami, mint kiderült, kimagasló eredményeket hozott. 3 éve működünk, tehát nem tudtunk igazából olyan lendületet venni, mint amilyet szeretnénk. Másrészt mi is így gondoljuk, hogy a jelenkornak alapfeltétele ez a kettő, hogy a digitális technikához, meg a lehetőleg a világnyelvhez, az angolhoz tudjanak a tanulóink igazodni. Ezért az állami tanterv mellett erre kettőre helyezzük a hangsúlyt. Milyen eredményeket értek el mindez idáig a rövid idő alatt? Mielőtt azt gondolná bárki, hogy hagyományos módon tanítunk, nagyon lényeges, hogy egy amerikai licencet alkalmazunk, ami a gyerekeket saját tempóban, beszédcentrikusan tanítja. Tehát a nyelvtanár kiadja a tananyagot, és utána animációs programmal, gépekkel beszélgetnek a gyerekek, és mint egy játékos feltételekkel szinteket kell teljesítenie, és ha úgy tetszik, akkor addig gyakoroltatja a gép őket, amíg valójában meg nem tanulják a nyelvet. Tehát ezt a technikát használjuk kiegészítőleg a rendes tanmenethez képest. A Dynet oktatási program számítógépes támogatással működik. A résztvevő tanulók személyes tempóban haladnak, és a tapasztalatok szerint közel 3-szoros gyorsasággal sajátítják el az angol nyelv alapjait a hagyományos módszerhez képest. A program magyarországi képviselője mindenesetre bizonyosabban, hogy a módszer a jövőben még inkább elterjed. Elsősorban alternatív iskolákban tudtuk Magyarországon bevezetni ezt a módszert. Olyan iskolát kerestünk, akik nyitottak erre, akik hajlandóak a hagyományos módszerektől eltérően új eszközöket kipróbálni, és a Digitális Tudás Iskolája egy ilyen iskola. Nagyon jól tudunk együttműködni kezdettől fogva. Hogyan tovább, hiszen nyilvánvaló, hogy az alapnál nem állnak meg? Szeretnénk a közeljövőben szakköröket indítani azokban az iskolákban, állami iskolákban is, ahol erre nyitottak, és lehetővé tenni a gyerekeknek azt, hogy külön tanár nélkül, nyelvi táborok nélkül, költségek nélkül meg tudjanak tanulni beszédszinten úgy angolul, hogy boldoguljanak a világban. Mennyire terjedt el ez hazánkban? Magyarországon még kevéssé ismerik, de a világban több mint 25 millióan tanulnak ezzel a módszerrel. Számos olyan ország van, ahol nincs is papíralapú angol tankönyv, hanem a Dynet tanfolyamait alkalmazzák a 6 évestől a 18 éves korosztályig. Az ünnepségen köszöntötték Borbély Attilát, a tehetséges fiatal 3. osztályos tanulóként tette le az általános iskolák számára meghatározott nyelvvizsga legmagasabb szintű felmérőjét. Hát először 1,5 éves koromban kezdtem el angolozni egy magántanárral, és akkor óvodáig angoloztam, aztán óvodakor egy kicsi időre elhagytam, és akkor itt az iskolában elkezdtem megint angolt tanulni egy ilyen Dynet nevezetű angol tanító programtól, és attól valószínűleg tanultam sokat, őszintén nem nagyon tudom, hogy mennyit, de és közben mentem el ezekre a angol nyelvvizsgákra. Szabó Gábor igazgató köszöntőjében annak a reményének adott hangot, hogy a jövőben egyre többen választják Székesfehérváron is az egyedülálló lehetőséget a nyelvtanulásra. Ez volt már az Együtt magazin, jövő héten újabb témákkal várjuk Önöket. Viszontlátásra!